Sziasztok! A Hóvargyú Horoszkóp csatornáját látjátok. Megnézzük most, hogy 2024-re a halaknak mit mond a horoszkóp szerelem és párkapcsolat területén. De először nézzük meg, hogy tulajdonképpen mi jellemzi a halakat. A halakra jellemző, hogy érzékenyek, kreatívak, hatalmas intuícióval rendelkeznek, de hajlamosak az álmodozásra is viszont rettentően empatikusak. Ezek az általános jellemzőek, és nézzük, hogy mi a szerelem és párkapcsolat területén, ami legfőképpen jellemzi őket, mély érzelmekre képesek, borzasztóan hűségesek, kreatívak, és baromi empatikusak, ami nagyon-nagyon fontos egy párkapcsolatban, illetve nagyon fontos az, hogy el tudják fogadni a Párjukat, és el tudják fogadni az érzelmeiket is. Tehát ez a, a halak e, rettentő jó korban születtek. Na és akkor most nézzük, hogy mit mond a horoszkóp szerelem és párkapcsolat területén nekik hónapról hónapra nézzük a január februárban, mit hoz nekik. Hiába van tél pezseg a véred, ha. Létedre ellenére messze hagyod a hűvös vizeket, a befagyott tavakat, és a szívedet szerelem járja át. Vagy azért, mert eleve egy csodás párkapcsolatban élsz, vagy azért, mert rád talált valaki január végén. A halap egyébként is nagyon szuper szerelmi év előtt állna. Ezt már mondtam. Január végén, február elején, egy hétköznapi helyen találkozol egy régi ismerősöddel. De akkor még nem is gondolsz arra, hogy ez mekkora fordulatot hoz majd az életedbe. Fontos, hogy annak ellenére, hogy tél van, hős van, mozdulj ki, menjél mindenfelé, mert soha nem tudod, hogy hol talál rád a szerelem. Eljön a tavasz, és eljön az április, a kapocs és a kapcsolat időszaka. A találkozásra egy régi ismerősöddel, Horgonyként van szükséged, ami azt jelenti, hogy nem ő lesz az, aki fontos lesz az életedben, hanem az a valaki, akit rajta keresztül fogsz megismerni. Egy társasági eseményen, lehet egy munkahely, vagy egy baráti összejövetel, mutatnak be neked egy személyt, aki számodra olyan, mint amit a könyvekben leírtak meglátni és beleszeretni. Hú! tipikus esete. Iszonyúan a hatása alá kerülsz, és alig várod, hogy újra találkozzatok kettesben. Igen, ilyen az, amikor meglátod, és hú, tudod, hogy ő az igazi. Május, június. Hm, sajnos jönnek családi gondok, de hát hol nincsenek családi problémák, amik nehezítik a szerelmet kiteljesedését. Ez okozhatja egy kisebb baleset, vagy okozhatja az is, hogy a párkapcsolatod, amiben jelenleg élsz, egyre több súrlódást hoz a pároddal. Ez azt jelenti, hogy a meglévő kapcsolatod kifulladt. És bár komoly gondjaid nincsenek a pároddal, de szeretnél valami újat, valami pesgőt, valami mást, ami már ebben a régi kapcsolatban nincs benne. Szerencse, hogy az új kapcsolatot türelmesen vár, hogy megold a problémádat. Nyugtató és kedves üzeneteket küld, hogy segítsen neked lelkileg. Itt jelzem neked, hogy addig nem javaslom, hogy egy újabb párkapcsolatba belekezdj, amíg a régit nem zártad le. Soha nem vezet jóra, semmilyen téren. Addig, amíg nem tudtad elengedni a másikat, addig nem tudod a szívedet átadni a másik kapcsolatnak, az új szerelemnek, és nem tudsz igazán őszinte lenni. Tehát javaslom, hogy gondolkozz ezzel, és lépj el minél hamarabb. Nézzük, mit hoz a nyári, július és az augusztus. Jön hozzá a szakítást, meghozza a döntést, ezáltal a nyár elhozza számodra az igazit, a nagy változást. Ha párkapcsolatban élsz, ekkora érik meg benned a végleges döntés. Befejezed a meglévő kapcsolatodat. Úgy, ahogy javasoltam. Nehéz ez a döntés, de mégis meglepődsz, kissé. Pároddal nem annyira ömlik össze ez a kapcsolat, és nem ömlik össze a szakítástól ő sem, hanem higgadtan távozik. Lehet, hogy neki is volt egy titkos kapcsolata? Hm, nem tudni, de lehet, hogy már ő benne is megérett ez a gondolat, csak nem tudta kimondani eddig ez is mutatja azt, hogy mindkettőtök számára ez a szakítás, ez a lezárás fontos ahhoz, hogy új életet, új kapcsolatot tudjatok kezdeni. A szakítás számodra erőt ad arra, hogy belevágd és belekezdj egy új kapcsolatba. Tehát, mint mondtam, le kell zárni a kapcsolatot, és csak utána jöhet az új. Jön az ősz, és jön a szeptember, az október. Lassú él érzelmi építkezés. Érzelmileg kellően instabil vagy, így kicsit bátortalanul vágsz bele egy új kapcsolatba. Okkal, vigyázol arra, hogy nem sérülj meg lelkileg. A túl nagy racionalitás nem árt most, bár tudjuk jól, hogy a szerelem úgyis mindent legyőz, és a szerelemben hm, nem igazán van mindig racionalitás. De jobb, hogyha az ész győzedelmeskedik egy kicsit a szív fölött. De hát ez nem ilyen egyszerű. Az új kapcsolatod nagyon türelmesen vár rád, ami jó jel, hogy nem sürget, így te is egyre inkább hiszed, hogy megtaláltad az igazit. Jön a november, a december, a hideg hónapok, de a forró ünnepek időszaka. A tél megérkezése, Szemernyit sem bosszant téged, sőt, a halakhoz méltón most nem vermeled el magad az iszabban, hanem hagyod, hogy átjelre tested az új, a régi érzés, a szerelem. A szerelem, amit már oly régen nem éreztél, add át neki magad. Igen, mert megérkezett. Új pároddal az oldaladon belevágtok a karácsonyi forgatagba, egy forró bor mellett megismerkedsz a barátaival is, akik nagyon kedvesen fogadnak a társaságukban, és úgy beszélgetnek veled, mint akik már réges-régen ismernek, és üdvözölnek ebbe a társaságba. Használd ki ezt a lehetőséget, hisz a párodnak ez nagyon fontos, és hidd el, neked is nagyon sok erőt fogadni. A karácsonyi készülődés, a meghittség, régóta vágytál erre a dologra, erre a kiegyensúlyozott háttérre. Nagyon-nagyon boldog ünnepeket fogtok együtt megélni, sokat fogtok menni, utazni, kirándulni, kikapcsolódni. Ezzel feltöltődsz, és boldogan fogsz a következő időszakba belevágni. Tehát zárd le a kapcsolatodat, legyél empatikus természetesen, nyitott, ahogy rád jellemző, de fontos, hogy lezárd mert csak úgy tudsz egy igazán boldog kapcsolatot elkezdeni. Ez volt 2024 szerelmi és párkapcsolat területén. A halaknak a horoszkóp. Kövessetek bennünket a Hóvarjú csatornán. Nyomjátok meg a Scoop kribe gombot, a feliratkozás gombot, és amikor újabb videónk kerül föl, akkor meglátjátok, hogy Mit és miért érdemes bennünket követni, mindenféle téren sok érdekességgel. Sziasztok, hamarosan találkozunk!